Ruth Filamino bimbozó divattervezői karrierjét iskola évei alatt majdnem keresztbe törte egy egészségügyi probléma. 6 hónapon át krónikus éjszakai izzadás gyötörte. Szinte semmit nem aludtam, talán csak néhány órát éjszakánként. Csak úgy dőlt rólam a víz. Elfogyott az erőm. Ruth végül felkeresett egy orvost, aki alacsony ösztrogén szintet állapított meg nála. Megvizsgálta petefészkét és kijelentette, elképzelhető, hogy Ruthnak nem lehet gyermeke. Azonnal elkezdtem sírni, és felhívtam édesanyámat. Ő azt mondta, nyugi, imádkozunk, és minden rendben lesz. Ruth teljesen összetört a gondolattól, hogy nem lehet gyermeke. Alig tudott koncentrálni, majdnem kibukott az iskolából. Képtelen voltam bemenni a tervező stúdióba, nem bírtam csinálni semmit. Letört, depressziós és reménytelen lettem. 2013. június 6-án Ruth és édesanyja Pat Robertsont hallgatta a 700-as klubban. Azt mondta, valaki éjszakai izzadástól szenved. Valaki egy fertőzés miatt éjszakai izzadástól szenved. Isten most megszabadítja. Amikor erről imádkozott, rögtön tudtam, hogy ez nekem szól. Annyira felkavart ez, hogy egyedül akartam lenni. Bementem a szobámba, és megköszöntem Istennek, hogy meggyógyított, tudtam, hogy megtette. Azon az éjszakán megszűnt az izzadás. Annyira boldog voltam, hogy Isten meghallgatta az imámat. Egy hónappal később elment az orvoshoz. Azt mondta, hogy az ösztrogén szintem rendben van, nincs semmi bajom. És ez egy valóságos csoda. Új reménnyel telve Ruth feljavította eredményeit és sikeresen lediplomázott. Ma egészségesebb, mint valaha, és bizalommal tekint jövőjére. Azt hiszem, Isten azért gyógyított meg, hogy lássam, ő meghallgat, és hogy közel kerüljek hozzá, hogy tudjam, nem vagyok egyedül, ő mindig mellettem áll.